Életfogytiglani börtönbüntetést kértek Vadim Sisimarinra az ukrán ügyészek. Ő az első orosz katona, akit háborús bűnök miatt Kijevben állítottak bíróság elé. Azzal vádolják, hogy lelőtt egy kerékpározás közben telefonon beszélő civilt. Tettét azzal magyarázta, hogy parancsot teljesített. Ezután azt mondta az áldozat özvegyének, hogy bűnös, és tudja, hogy nem fog megbocsátani neki, de ennek ellenére bocsánatot kér. Várhatóan más orosz katonák is bíróság elé állnak Ukrajnában. Kijev állítólag több ezer háborús bűnökkel kapcsolatos ügyet indított.